A hőség minden embert megvisel, de a várandósokra különösen nagy veszélyt jelenthet. Örömteli, amikor az ember gyermeket vár, azonban mégis megterheli a női szervezetet. A védőnök első körben azt ajánlják minden kismamának, hogy délelőtt 10 és délután 15 óra között lehetőleg maradjanak otthon, vagy ha épp nyaralnak, akkor mindenképpen húzódjanak árnyékba. A nagy melegben nehezen megy a táplálkozás is, ennek ellenére a tápanyag bevitelre is nagyon oda kell figyelnie a kismamáknak. Hogyha nem kapja meg a baba a megfelelő mennyiségű és minőségű táplálékot a köldökzsinóron keresztül, akkor kisebb súlyú magzat alakulhat ki, tehát kialakulhat egy dizmatúrítás, ami akár koraszüléshez is tudhat vezetni. A kánikulában nagyon fontos a folyamatos folyadékbevitel, lehetőleg vizet fogyasszanak. Egy nem állapotos nőnek is naponta minimum 2 liter folyadékra van szüksége. Várandóság alatt ezt a mennyiséget növelni kell 2,5 literre. Vannak alapvető jelek, amelyeket a kismama nem biztos, hogy felismer, de már a szervezet dehidratáltságára, vízhiányára utalnak. Például ilyen lehet egy sűrű vizelet, vagy pedig amikor a széklet egy picit keményebb állagú, vagy akár a bőrnek a kirepedezése, az ajkak kirepedezése, de akár egy alacsony vérnyomás, egy álmosság, ezek már bizony komoly jelek, amikor tényleg oda kell figyelni arra, hogy elég folyadékot fogyasszunk. A melegvizes fürdőt sem ajánlják a szakemberek, és az élővizes fürdőhelyek közül csak az ellenőrzött vizekben szabad fürdeni. Ugyanis terhesség alatt megváltozik a hormonháztartás, ezért könnyebben szednek össze valamilyen fertőzést a kismamák. Amennyiben ezeket a tanácsokat szem előtt tartják, könnyebben átvészelhetik az extrém meleg napokat.